Zöldben a világ címmel hirdetett rajzpályázatot a Tolnai Kulturális Központ óvodás és általános iskoláskorú gyerekeknek a Földnapja alkalmából. Józsa Jácint, a verseny szervezője azt mondja, a téma, bár szerte ágazó, a természetvédelemhez kapcsolódik. Olyan címszavakat adtunk meg, mint az ember és a természet kapcsolata, az állatvilág, a helyi természetes környezet, a környezetvédelem, és mi az, amit a gyerekek úgy éreznek, hogy ők saját maguk tehetnek a környezetük védelme érdekében. Az eredeti határidő az április 23-a lett volna, ugye a Föld napja április 22-én van, és ehhez kapcsolatban szabtuk meg ezt a határidőt, de ugye történtek közben események, a jelenléti oktatást felfüggesztették, és áttértek az iskolákban online oktatásra, és ezért gondoltuk úgy, hogy legyen még idejük a gyerekeknek alkotni közösen az osztályban, a rajzórákon is ügyeskedni. Meg ezen kívül óvodások rajzait is várjuk, tehát iskolásoknak, alsó és felső tagozatosoknak is meg van hirdetve a pályázat, illetve az óvodáskorú gyerekek is készíthetnek pályaműveket. Ezeket személyesen várjuk, tervezünk majd a beérkezett alkotásokból egy kiállítást is, és eredményhirdetést el egybekötve, amint a vírus helyzet ezt megengedi, és újra kinyithatnak a művelődési házak. Az idősebbek is megmutathatták a kreativitásukat, ugyanis szintén a Földnapjával kapcsolatban indult fotópályázat. Ezzel párhuzamosan indítottunk egy fotópályázatot is, ezt a felnőtteknek, illetve a nagyobb gyerekeknek, a 14 év feletti ifjúsági korosztálynak hirdettük meg. Ugyanebben a témában, a Földnapjával kapcsolatosan lehetett beküldeni képeket, bármilyen témát fel lehetett dolgozni, ami a környezetvédelemmel, illetve a természettel kapcsolatos, és ez április 23-án le is zárult. Erre szerencsére sok pályamű érkezett, és a zsűrizése az jelenleg még folyamatban van. A versenyre összesen 50 pályamű érkezett.